Többször is beszélgettünk már az adóvisszatérítésről a NAV Baranyai sajtóreferensével. Barlai Krisztina most Adópercek című műsorunkban elevenítette fel a legfontosabb tudnivalókat, hiszen közeleg a határidő. A visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján jogosult volt valamilyen családi kedvezményre, illetve az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerez. A visszajáró összeg felső határa 809.000 forint. Tehát ez a tavalyi éves átlagbérnek a 15%-os adóval számolt összege. Arra kell odafigyelni, hogy nem mindenki kapja meg ezt a maximális összeget, tehát az összevont adóalapba tartozó jövedelmekhez kapcsolódó adó összegét kell figyelni. Az adóvisszatérítés egyik eszélye a kedvezményt sem érinti, azaz igénybe lehet venni, a visszatérítés ugyanis már a kedvezményekkel csökkent adó összegére vonatkozik. A visszatérítéshez háromféleképpen juthatnak hozzá az adózók. Akikről rendelkezik információval a NAV, semmi teendőjük nincs, ekkor a hivatal automatikusan kiutalja az ismert bankszámlaszámra vagy a postai címre az összeget. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a visszadónyilatkozat alapján teljesít kiutalást az adóhivatal. Azok az adózók, akik rendelkeznek összevont adóalapba tartozó jövedelemmel is, és olyan jövedelemmel is, ami nem ebbe a körbe tartozik, ők vagy automatikusan, vagy nyilatkozat alapján megkapják azt az összeget, ami az összevont adóalap adója után jár nekik, az egyéb jövedelmekről pedig majd a bevallásban tudnak nyilatkozni, illetve ez alapján tudják majd igényelni ezt a visszatérítést. Azok az adózók, akiknek nincs összevont adóalapba tartozó jövedelme, például olyan egyéni vállalkozók, akiknek csak ebből a tevékenységükből van jövedelmük, a bevallásban igényelhetik vissza az összeget. Ebben az esetben a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-től utalja ki a visszatérítést.